Üdvözlöm Önöket, Szabó Gábor vagyok, és ebben a videóban a Gorenje Kam 35 THP-s mobil klímát fogom bemutatni. Nagyon fontos kérdés vásárlás előtt, hogy mekkora klímát válasszunk lakásunkba. Körülbelül úgy lehet számolni, hogy normál belmagasság mellett, ami 2 méter 40 centit jelent, 10 négyzetméterre számolhatunk 1 kilovattot. Ami azt jelenti, hogy jelen esetben ez egy 3,5 kilovattos klíma, ami itt van mellettem, így 35 négyzetméterre tudom ajánlani a hasonló teljesítményű készülékeket. Mit is tartalmaz a csomag, amit a klímával együtt megkapunk? tartalmazza a bekötéshez a flexibilis csövet, ezzel tudjuk kivezetni a meleg levegőt a készülék hátuljától. Ez 60 és 170 cm-re elegendő, tehát annyival tudjuk elhelyezni a kivezetéstől a mobil klímánkat. Kapunk hozzá egy csatlakozást, amit rá tudunk csatlakoztatni az ablaknyílásra helyezhető torlaszoló lemezhez ez lényegében így néz ki, ezt távolságra tudjuk állítani, és oda egyszerűen rá tudjuk rögzíteni a, flexibilis csőnek megfelelő tartozékával. Továbbiakban ehhez a készülékhez is kapunk egy távirányítót, a gyártó mellékeli a hozzápasszoló elemet, szervizjegyzéket, Kapunk hozzá egy használati mutatót, ami természetesen a magyar leírást is tartalmazza, illetve egy jótállási jegyet. A készülék kezelő gombjai a következők, balról jobbra haladva. Az első gomb, amivel találkozunk, az a bekapcsoló, illetve kikapcsoló gomb. A következő az a módozat választó gomb. Természetesen ott van a hűtés, a páramentesítés, illetve csak a cirkuláció. Ilyenkor ebben az üzemmódban úgy működik, mint egy ventilátor. A következő kijelzőn, illetve a plusz-minusz gomb segítségével tudjuk állítani a kiválasztott hőfokot, hogy milyen hőfokot szeretnénk elérni a szobába, illetve az utolsó gombbal pedig azt tudjuk elérni, hogy a ventilátor milyen sebességgel dolgozzon. Ez a három kis piktogram ugye már inkább a távirányító funkciókat jelenteni, de itt külön a silent mód, ugye ez egy ilyen csendes mód, az kapott még egy kezelő gombot, azt itt is be tudjuk üzemelni, nem kell feltétlenül a távirányítón bekapcsolnunk. A szűrő tisztítása nagyon fontos minden klímánál, így a mobil klímáknál is elengedhetetlen. Lényegében itt a hátulsó részén ezt a szűrőtartó rácsot kell kipattintani, és a belsejéből ki tudjuk venni a belső szűrőt, amit ugye a befelé szívott levegőt tisztítja. Ezt közbe-közben érdemes kiporszivózni, illetve akár zuhanyrózsával ki lehet zuhanyozni. Az a lényeg, hogy mielőtt visszateszik a készülékbe, akkor meg kell várni, hogy megszáradjon ez a szűrő. Mutatom is, hogy ez hogyan működne. Egyszerűen ki kell pattintani, ezt a szűrőt egyszerűen kiemelve, pedig le lehet porszivózni, illetve ki lehet öblíteni. Köszönöm szépen figyelmüket! esetlegesen felmerülő kérdéseikkel keressenek minket weboldalunkon, illetve blogunkon. További tartalmakért iratkozzanak fel csatornánkra.